és most egy kimondottan fiatal festőművészt fogok bemutatni, illetve hát majd ő a festményét, Sós Andrea. Hát, Andrea, hadd csapkodjunk meg! Nagy öröm számunkra, hogy tényleg így összejött a dolog, mert a mai világban elég sok az elfoglaltság, és tényleg hát nem olyan könnyen jön össze a csapat. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban megjelentünk. És hálásan köszönöm Szikra Istvánnak ezt a megtisztelő lehetőséget, hogy a hónap műtárgya lehet az én egyik alkotásom. Elsősorban a képről szeretnék itt ma délután, ma este beszélni, de mivel a legszűkebb ismerettség és családi körömben is megkaptam még ma este is azt a kérdést, hogy kinek a képét mutatom be, így egy pár szót azért mondanék magamról is. Jászberényben születtem, itt jártam a gyakorló általános iskolába, B. Jánosi Gyöngyi volt a rajztanárom, itt van a matek tanárnőm, Kati néni is, és azért is hangsúlyozom ezeket, mert meghatározó volt pályámra is, és az egész életemre, a mai napig a matematika is, a rajz is, és az idegen nyelvek elsősorban, sok minden más mellett. Ezután a gimnáziumban érettségiztem, ahol végül is a matek fakultáció mellett mégis eldőlt, hogy kreatív pályára szeretnék menni, alkotói pályára. És akkor az iparművészeti főiskolának hívták meg annak idején, oda felvételiztem, ami 89-ben volt ez, 89-90, ami első nekifutása nem sikerült. És mivel akkor nyílt a világ, illetve előtte én németet és orosz tanultam, így azt gondoltam, hogy akkor megyek világot látni, Németország, egy év babysitterkedés, és ott alakult úgy, hogy az ottani létem alatt kapcsolatba kerültem az ottani Johannes Gutenberg Egyetemmel, és ott megpróbáltam a képzőművészeti szakra a felvételi vizsgát, ami szintén egy háromkörös vizsga volt, ami ott sikerült, és akkor döntöttem úgy, hogy jó, akkor belevágok és maradok. Az egyetem mellett ez hozzátartozik, azt gondolom szintén a pályafutásomhoz, hogy magamat kellett finanszíroznom, így nagyon sokat dolgoztam például frankfurti nemzetközi vásárokon, és ezt azért tartom szintén fontosnak, mert a 90-es években még nagyon nagy különbségek voltak, tehát akkor tényleg öröm volt, hogyha hoztam haza egy ottókatalógust, vagy nem is tudom, láttam, ahogy gombamódra nőnek ki Budapest határában ezek a multicégek, amiről itthon még nem is tudtunk, nem is ismertük. És azokon a vásárokon megismertem nagyon sokféle területet, tehát az autókiállítástól kezdve a könyvvásár, imádtam a Heim Textil, ami a lakástextil kiállítás, vagy amik ilyen szívemhez nagyon kedvesek voltak, ugye a könyvkiállítás és a könyvvásár, a frankfurti vásár. És ezzel édesanyám is mindig mondja, hogy ezek nagyon meghatározó tapasztalatok voltak az én életemben és a világlátásomban valószínűleg. Aztán 2003-ban végül is úgy döntöttem, tehát ott elvégeztem az egyetemet, dolgoztam. Ehhez a vonalhoz talán hozzátartozik, hogy az utolsó ilyen kiállítás alkalmával, ahol részt vettem egy ilyen papír és írószer vásáron, ott a Faber-Castell cégnek dolgoztam, akikkel olyan kapcsolatba kerültem, hogy utána ugyan már hazaköltöztem Magyarországra, Jászberénybe akkor, mégis megmaradt egy olyan külsős kapcsolat, hogy a mai napig egyes dobozaikon az én illusztrációm található, úgyhogy erre vagyok egyrészt a legbüszkébb. Utána, amikor hazaérkeztem, akkor egy grafikai céget alapítottam, mert szerettem volna önállóan dolgozni, alkalmazott grafikai munkákat csinálni, amivel a mai napig is foglalkozom, logótervezés, honlapkészítés, filmplakátkészítés, tehát minden terület tulajdonképpen, ami a kreatív tervezői munkához hozzátartozik, fotózom is, de ugye papíron, mint ahogy az ma este is kiderül, én képzőművész vagyok.
Aztán nagyon sokan itt Jászberényben és a Jászságban azt hiszem, hogy a Jászok produkcióból ismernek. Pontosan, majdnem napra pontosan 6 évvel ezelőtt volt a premierünk, így június elején, úgyhogy ilyenkor nagyon sokat dolgoztunk, és Mihály Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttesnek a vezetőjével is a kreatív munkáim által kerültem kapcsolatba. Ő akkor azért keresett meg engem, mert maga köré szerette volna gyűjteni a Jászságban született, elszármazott, vagy itt élő olyan alkotó és előadó művészeket, akikkel ő megvalósíthatta az ő nagy álmát, hogy létrehozzuk ezt a Jászok produkciót. A sajtótájékoztatónk is egyébként itt volt a galériában. Még egy kicsit talán így a gyökerekhez, Istvánnak a fia osztálytársam volt, a lányuk az öcsém osztálytársa, tehát egy kicsit ilyen, sőt az ismerős arcok is, talán a társaság fele, ilyen családias, vagy nem is tudom, tehát ezek a gyökerek, amik számomra mindig is fontosak voltak. Azt hiszem, hogy röviden ennyi, mert nagyon sok minden megtalálható a honlapomon, illetve még jön utána egy bemutatás, ami számomra is egyelőre még meglepetés rólam, de nagyon sok anyagot meg lehet találni, minden dokumentálok, így a honlapomon is nagyon sok minden fönn van, a videók, sajtómegjelenések, média, stb. Akkor rátérnék a ma esti képre, a Bartók festményre. Talán az is mutatja a tevékenységeimnek a sokoldalúságát, hogy Istvánt pár héttel ezelőtt egész más témában kerestem meg, ugyanis egy exkluzív helyszínt kerestem, egy még zárójeles, de azért már félig meddig publikus, egy csodálatos nyáresti kultúra estét szeretnék ide szervezni, majd ezt az előadás végén, tehát ez egy koncert Sas Dániellel együtt, és az is fantasztikus, hogy István itt nem csak egy képzőművészeti központot hozott létre tulajdonképpen a Jászságban, hanem ezt most is úgy élem meg itt a zenével, a képekkel, a gasztronómiával, mint egy művészeti szalon, vagy egy kultúrszalon, ami nagyon ritka ma már. Nos, akkor lássuk a Bartók képet. Hogy is született az ötlet? Ez a festményem 2006-ban született, mégpedig akkor mindig izgalomba hoztak a mindenféle pályázatok, kiírások, és olvastam a Miskolci Nemzetközi Opera Fesztivál és a Miskolci Galériának, a Miskolci Grafikai Biennálénak a kiírását, ahol a téma akkor Bartók csak tiszta forrásból című pályázata volt, és mindig is fontos volt számomra maga az ember a dolgok mögött. Ezt például az is mutatja, most itt visszatérek a Jászok produkcióra, nem tudom, hogy itt ki mennyire ismeri vagy látta, de ott is számomra nagyon fontos volt, talán most zajba parton még kim van a fotókiállításunk, és a színlapon nekem nagyon fontos volt az, hogy ne csak például a jelmeztervezőt tüntessük föl, ugyanis láttam hónapokon keresztül a varrónők munkáját, utána a próbahét, az előadások alatt az öltöztetők és a díszítők munkáját, ami ugyanolyan fontos és nélkülözhetetlen tevékenység, úgyhogy én ott is felsoroltam őket a színlapon, amitől ők teljesen el voltak ájulva, hogy ilyen még velük soha nem történt, úgyhogy számomra mindig fontos az ember. És amikor elkezdtem ezen a képen gondolkodni, akkor a Bartókról is összegyűjtöttem mindenféle fotóanyagot, amiket találtam, és a számítógépemen rendezgetve akkor láttam azt, hogy mennyi olyan arca van, amit nem ismerünk. Tehát vannak nagyon sok tipikus ábrázolások, amik mindig visszaköszönnek, de van nagyon sok olyan anyag, ami nem ismerős. És akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy hogyan tudnám én ezt úgy összefűzni, hogy megjelenjenek, és így jött ennek a most már életút festménynek nevezem az ötlete, ami egyébként egy tipikus példája annak, hogy hogyan hatnak egymásra a különböző területeim, amiken dolgozom. Tehát ez inkább számomra inkább egy grafikai mű, egy grafikai alkotás, mint egy szabad festmény. Tehát ez tipikusan a számítógépemen került megalkotásra első körben.
Igen. Megmutatom azt, hogy hogyan is jött ez az egész létre. A negyedik kép volt az alapfotó, amiből felhasználtam a hangulatát annak, ami végül is a végleges festménynek a kialakulása. Tehát itt abszolút lehet látni, hogy ez egy tervező grafikai folyamat, ahol összeraktam a képeket, próbáltam egy harmonikus egy harmóniát létrehozni, és egy térbe rendezni a különböző képekből és hátterekből kiragadott arcait. Tehát az eredeti kép volt egy fiatalkori Bartók, ahol egyébként Kodállyal beszélget, 1912-ben készült fotón találtam ezt, nagyon érdekes, a Kodályék lakásában, ahol a most látható, a festményen látható háttérből csak egy ablakrészlet van az eredeti fotón, és amikor megszületett ugye itt ez a vázlat, amikor harmóniában rendeztem, hogy hogyan is képzelném én ezt el, akkor alakítottam ki a hátterét. Ez itt talán, itt útközben is gondolkodtam azon, hogy ez megint egy olyan fontos elem számomra, amit itt használtam. Nagyon szeretek így a léjerekkel, különböző rétegekkel dolgozni. Ezt ugye, hogyha visszagondolnak, vagy ha még lesz lehetőségünk a Jászok vetített látványában is, ilyen átkúszó, lassú mozgások, fotók, különböző rétegek találkoznak egymással. És ezt ugye itt is alkalmazom, hogy a számítógépen elsősorban, hogy a különböző rétegek vannak egymásra pakolva. Tehát ezeket nagyon szeretem az ilyen videós munkákban is, amikor átkúszik, áttetsző, egy kicsit lassú mozgásban van. Ez az a verzió, ami a pályázatra beválogatásra került, és az a Miskolci Galériában került kiállításra 2006-ban. Itt most a kiállítás alatt hoztam egy katalógust, meg is található benne, ahol nem a pályázati, hanem a normál grafikai kiállításra pedig egy kis könyvem került szintén beválogatásra és kiállításra, az pedig a saját ékszereim, amiket készítek, azoknak a fotó részleteiből egy általam készített, mondjuk azt, hogy művészkönyv a kötése, minden saját kezileg és egyedileg készült. Tehát ez az a verzió, ami Miskolcon kiállításra került, és akkor utána jött az a gondolatom, hogy ugye a grafikai eljárás az egy sokszorosító eljárás. Így van a klasszikus grafikában is, az akár a mélynyomásos, akár a magasnyomásos grafikai dolgoknál, a számítógépes grafikai munkákról nem is beszélve. És azért, hogy egyedivé tegyem az egészet, és különlegesebbé, és exkluzívabbá, akkor jött az ötlet, hogy az egészet átdolgoztam olajfestékkel, kapott egy vékony, lendületesebb réteget, ami szintén egy nagy lépés volt így a kép történetében. Ott a kép fölött, ami nem annyira hangsúlyos most, de köszönöm, hogy ezt is kiállítottuk, az is a pályázatra készült, és ezt is azért szeretném bemutatni, mert itt szintén a számítógépes grafikai munkáimmal párhuzamban tudom én ezt állítani. Az, hogy vektorizált képek, ez azt jelenti, hogy a kép foltokra lesz bontva, mint ahogy itt ezeken is látható, ahol egy-egy folt csoportot külön-külön lehet kiemelni, színezni, pakolászni, és én ezekkel is végtelenül szeretek játszani, és ezek tipikusan, tehát ezek a vektorgrafikus dolgok, ezeket használom a logókészítésben, ami azt is jelenti, hogy egész pici mérettől az óriási nagyításig minőségveszteség nélkül megmarad maga az a folt. És akkor ugye itt bemutatom, hogy mennyiféle szín, ez ami szintén át lett dolgozva. Talán ez volt az első olyan print, olyan nyomat, amit olajjal kísérleteztem, hogy is viselkedik az az anyag, hogyan lehet ezt átdolgozni.
itt van még egy pár változat, mert ezeket szeretem olyan mélységekig kidolgozni, akár egy logótervezést is, hogy nagyon sok változatot készítek, mert egyszerűen jönnek az ötletek. És akkor van, amikor egészen minimális foltok jelennek meg, sőt itt ceruzával is bele dolgoztam. Ezt a festményt én életút sorozatnak nevezem, vagy neveztem el így a későbbiek folyamán. És magának az életút festménynek az életútja is most egész érdekes volt számomra is, ahogy készültem ezt összeszedni, mert azért 16 év alatt csak előfordult itt-ott, és történt vele elég sok minden. Tehát 2006 volt, amikor megszületett és kiállításra került. Utána 2008-ban Bartos Kingával voltunk Jászberény testvérvárosában, Koncervében a Giovanni Artisti fiatal művészek kiállításon. Ezután 2009-ben a Parlament környékén volt a Stollár Kortárs Galéria, ahol több munkám, ott egyéb sorozatom, régebbi mélynyomásos grafikáim is kiállításra kerültek. Ott a Kulissza című műsorban került felvételre, és megjelenik az akkori MTV és Duna TV ezeket bemutatta. És aztán jött egy szintén újabb mérföldkő számomra is, így a pályafutásomban is egy elég fontos pillanat volt. 2010-ben, mint ahogy most utána olvastam, megtudtam, hogy ez volt a világ első épületfestő pályázata, amit kiírtak, és ugye akkor kezdett divatba jönni, biztosan látták már ezt akár élőben, akár a televízióban, amikor óriási épületfelületekre, és itt jön a matematika szintén, hogy itt a geometrikus felületeket használtam, és ez csak egy pillanat volt, hogy megjelent a Bartók kép, és valójában rájöttem, hogy ez nem is működik ott igazán, de azért ez egy nagyon nagy büszkeség volt, hogy azon a pályázaton soha nem csináltam előtte ilyet, de annyira izgalmas volt ez a kiírás, és nagyon szerettem ezeket a mozgó geometrikus formákat, hogy nekiálltam egy 3 perces animációt készíteni, és akkor ez bekerült a döntős 12 plusz 8 alkotás közé akkor, és ezt a budavári palota, a belső udvar, hogyha bennállunk az oroszlános udvarnak a nagy 600 négyzetméteres felületén került bemutatásra, úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt számomra, és ez azért is fontos, azért említettem a mérföldkövet, mert Mihály Gábor is ezt látta, pedig ennek csak egy nagyon kis, épp hogy nem is tudom akkor milyen eszközzel készítettünk róla egy kis videót, hogy legyen egy emlék róla, és ezáltal azóta ugye nagyon sok darabjában együttműködtem, mint vetített látványtervező, amelyeket a mai napig lehet látni a Magyar Állami Népi Együttesnek a darabjaihoz. Igen, és hát ezt követte egy kis csendes időszak, amikor nálam az ebédlő nappali falát díszítette, és most a megtisztelő meghívás itt az Istvánnak a rendezvényén. Még egy pár szót mondanék arról, hogy a párhuzamok, amik akár a Bartók munkásságában, de itt, hogyha a Szikra Istvánra gondolok is, ez a gyűjtés, a visszanyúlás a múltba, az érték megőrzés, és azáltal teremtünk értéket, hogy megőrizzük, feldolgozzuk ezeket az értékeket, átdolgozzuk. Illetve számomra is nagyon-nagyon fontos a szinte minden munkaterületemen a múlt és a jelen találkozása. Ezt ugye az ezüst ékszereimben is nagy szeretettel használom, hogy régi nem használt vagy funkciójukat vesztett csodálatos tárgyakat dolgozok föl ilyen mai, modern, hordható csodákká, és még nagyon fontos így a tradíció, tehát a hagyomány, a régi dolgok és a modernitásnak, a modern eszközöknek a használata számomra. Itt szeretettel invitálom Önöket a sosdesign.com honlapom, az inkább a grafikai munkák, illetve különböző művészeti projekteket mutat be, a sosandra.com pedig az online galériám, egy webshop, ahol sokféle munkám megtalálható. És nagyon köszönöm még egyszer a lehetőséget Szikra Istvánnak, mert ez tényleg egy csodálatos
meghívás, úgyhogy köszönöm. Na annyit háttérként, műhelyként, vagy műhelytitkon el kell árulni, az Andreát nem ismertem én, mikor Pista néhány héttel ezelőtt felkért és mondta, hogy Sós Andrea lesz, akkor hirtelen végigpörgetve már öregedő agysejtjeimet, hogy igen, volt egy csodálatos jazz történelmi táncjáték, ahol Andrea volt a producer. Hát én nálam még csodálkoztam is, hogy egy ilyen fiatal hölgy, egy ilyen többet mozgató előadást milyen nagyszerűen szervezett, hát pontosan 2016. június 3-án volt, még a Csillárod, ja, bocsánat, a szabadtéri színpadon voltak, még a Fákon is voltak, tényleg egy csodálatos előadás. Igaz, hogy annyit, hogy nem egy rögtön könnyű, de egy velős olyan tartalom, hogy az embert érzéseit megmozgatta. Tehát ehhez már eleve gratuláció, és akkor visszatérve az alapgondolathoz, hogy Pista felkért, hát akkor mondom, itten nagy kutatás, de hát mondom, milyen nehéz helyzet, hát egy életelőben lévő csodálatos fiatal hölgy, aki művészete csúcspontján van, szabad, ha így fogalmaznom, és mert korábban eddig, Andreának csak mondva, hogy hát eddig olyan művészek, akiknek legfeljebb az unokák voltak itt, tehát most viszont egy alkotó művész, aki a 21. század modern alkotási modern képzőművészeti eszközeit használja, tehát a közben a honlapok, minden, tehát az a, és az a sokrétűség, ez engem is elvarázsolt a szó nemes értelmében, hogy tényleg milyen sokrétű. Na, hát most nem fognak óriási nagy meglepetéseket, ez Andrának annyira korrekt volt, hogy nem is tudom, hogy szabad ehhez kiegészítést adni, de egy pár dolgot összeszedtem. Tehát én úgy indultam, hogy egy képző is egy iparművész, de hát utána már most ez korrigálni is kellene, mert annyira sokrétű, majd erre utalok. A Andrea anyagaiba kutatva azért egy nagyon fontos dolog, csak az első mondatot olvasom el, Hanvas Bélát választotta ki, nem akárki. Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs, valakinek lenni a semmiből. Nem a legkisebb, hanem a legnagyobb ellenállás keresték. Na, nem olvasom tovább, hát Hanvas Bélát olvasni egy rendkívül velős, minden gondolata velős, tehát ez is utal arra, hogy a művésznő nagyon igényes. Na, tehát egy kreatív, sokoldalú, kortárs művész előtt állunk, aki most csak összeszedve én, hogy majd kiegészít André, és annyit közben hagyj jegyezzek, ha bármi olyan van, amire azonnali módon tessék jelezni, vagy hozzászólni, vagy adott esetben én is kérdezek, vagy ha valami nem pontos. Na, tehát egy képző iparművész, producer már most nem csak a táncmozgalomba, a grafikai tervezés, a gazdaságban, a tudományban, a kultúra különböző ágaiban, hazai és nemzetközi szinten, ez nagyon fontos, vizuális megjelenés, arculattervezés, honlapkészítés, színházi látványtervek, videóanimáció készítés, hát itt a Magyar Állami Népegyüttes produkcióihoz, és végül ékszertervezés készítő, tehát biztos még kihagytam valamit, tehát egy hihetetlen sokrétű tevékenységet végez. Andrea. Na hát, a rövid kis prezentációmat két részre bontottam, annyit köszönet Andreával, ő fölvette velem a kapcsolatot e-mailben, megnyugtatott, mert először volt egy olyan érzésem, hogy én mi jogon kezdek itt erről beszélni, mondjuk leszámítva azt, hogy a Szikra úr a fölkérése alapján, de hát két részre választottam. Az egyik részben a Jászberény és az országos sajtóban megjelent egy kicsit kronológikusan, úgy mindnyájan együttesen átnézzük Andrának a idáig futó karrierjét, és természetesen a második rész, amit ő is említett, azok a korszerű, tehát olyan magas szintű honlapok, a Shows Design, a Facebook oldal, amiből csak egy-egy képet villantok, de azt mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik Andrea művészete iránt. Ezeket meg kell nézni, mert hallatlan, igényes, rendkívül. Na, tehát ez főleg itt az első rész, és itt közben köszönet a könyvtárba, itt Parti Csaba és Gulyás Erzsike összeszedte itt a kérésemre gyorsan, hogy milyen cikkek jelentek meg, mert azért ezek nincsenek fönt a interneten mindegyik. Na, tehát az első 2005-ben indulunk, ez egy nagyon régi hittel és akarattal, csak annyi, hogy 2004-ben volt a athéni olimpia, nyilván az olimpia után mindig ott van a paraolimpia,
És akkor négy fotós is, az most számomra is érdekes, hogy akkor négy fotós is részt vett, és utána ők egy bemutattak, tehát Jászberényben itt még a polgármester Magyar Leventét is ott látom, tehát a Dérinébe bemutatásra került, és Andrea volt, amit rendezte, tehát egy hittel és akarattal ez a címszó, tehát itt a kiállítás rendezője 2005. Ez az első, a bármi közben. Kiegészíteném, csodálatos egyébként, és nagyon szépen köszönöm ezt is, hogy egy ilyennel készültek. Ez számomra is meglepetés volt, csak a programban olvastam, hogy lesz egy bemutatás, ami az én munkáimat fogja visszatükrözni. Ezt Dézsi Zolival együtt szerveztük, ő keresett meg engem, és az ifjúsági házban volt, nem a Dérinében. Igen, de csodálatos, tehát tényleg a Pásztori Dóra olimpiai bajnok is itt volt akkor. Igen, köszönöm szépen. Na, a következő 2006, a Szent István Egyetemen egy konferencia, tehát mégpedig egy turisztikai konferencia bemutatása, partnerség, építés lehet a siker kulcsa, és itt két fiatal grafikus bemutatkozott közben a konferenciának a része, Sós Andrea és Demény Andrea, akik arculattervezésben segítettek, tehát itt végső fogod ez a következő, ami ismert, ugye? Kettőszer. Van, ami nagyon fontos dolog. Na, ez akkor ez bennem is összeállt, hogy igen, ez a Miskolci Grafikai Biennál, ez nagyon nevezetes hozzám, csak Miskolc az költ, hogy ott végeztem valamikor, már 50 éve egyetemen, tehát Miskolc egy nagyon számomra kedves város. A másik dolog pedig az egyik unokám ott van, tehát rendszeresen vezényel neki a telefon, hogy akkor babysitter, hát nem, már azért nagy gyerek a Soma, de vigyáznom kell rá, és akkor ilyenkor mindig programokat szervezünk. Szóval Miskolc egy nagyon dolog, épp ott a város főterén volt egy ilyen csodálatos szalon, és az bezárt, nem tudom miért, és ott már most valami fajta volt. Na, ez a Grafikai Biennale nagyon nevezetes, és itt városunk szülöttének, Sós Andrának két újabb alkotását, ékszerképek, monológ, tekintetik meg a művészet szerelmesei. Tehát ezek szerint már 2006-ban az ékszer, ugye, gondolatban igen. Volt. Igen. Nem tudom, hogy egy... Csak egy kocsit az izgalomhatás. Ilyen feladatom minden volt Pista, több mint 50 alkalommal álltam eléte, hogy a művész előtt, igen, egy mérnök ember, aki igaz, majd közben azért van valami kapcsolat azért később itt. Utalok, na, 2008-ban vagyunk. Még ez nekem is újdonság, hogy városmarketing csoport, hogy azért ez egy dolog, és pedig, hogy élhető város kialakítása, tehát tervek, elképzelések, ez egy nagyon izgalmas dolog, milyen nevezetes, tehát itt is Andrea volt benne, mint grafikai tanácsadó, és általunk is jó ismert, Fekete Zsanetta, Electrobus projekt menedzsere, már Zsanett is már máshol dolgozik, tehát ez egy nagyon érdekes számomra is. Na, 2009, ez a Stoll Ár Kortárs Galéria, ez valamikor csak, hogy a nagy közönség kedve mindenki 2008-ban alapították, és már mindjárt 2009-ben. Ez egy nagyon nívós kiállításokat rendez. Nem tudom, ma van-e, működik, mintha zárva volna, de ennek... Nem, azon a helyszínen biztos, hogy nincsenek, de... Igen, azon a helyszínen nincs, de olyan emberek, mint Szebeni András, Kornis Péter, tehát a nagy fotóművészek, szegény Szebeni András már nem is jelent, csodálatos. Na és itt Hollós Ádám és Sós Andrea kiállítása volt 2009 Budapesten, tehát az is ez egy hangos dolog. Na, tehát itt a kedves Kinga is itt van, tehát az orosz testvérvárossal való kapcsolat konszerve városvezetői itt voltak, egy háromnapos program, és a város vezetése úgy készült, hogy közben egy közös kiállítás is, nyilván valószínű, hogy az olasz kollégákkal is, mert Andrea azért említett, hogy konszervében járt is, tehát van kapcsolat. Igen, tehát, és ez a tovább szélesíteni a kapcsolatokat. Na igen, ez is egy dolog. Most közben, hogy a dátumot az lemaradt, azt nem tudom pontosan, mikor volt, de most az annyira
Nem fontos. Igen, úgy emlékezetes. Igen. 8 vagy 9. Igen, ez már most elnézést elmaradt, mert a dátum. Na, 2013 a világtalálkozó hivatalos logója, tehát hogy a Jászkerület Nonprofit Kft. Egy pályázatot írt ki, hogy a Jász világtalálkozó, ami éppen most lesz júniusban, június második felébe, és ezen azt hiszem, igen, Demény Andrea nyerte, de Andrea is Bigazdíjban részesült. Tehát azt jelenti, hogy értékelték a produkcióját. Ezt kiegészíteném, tehát ez nem a Demény Andrea munkája, és nem emlékszem a Bigazdíjra. De örülök, hogy így cikk van. Na, tehát ez nem az a... Igen, na, hát akkor... Igen, na, ez a... De ez most a logó, ugye? Vagy kérdezem valaki, hogy... Na, majd ennek akkor utána 2013. Na, igen, hát... Mihaj. 2015. október 8-es, na ez egy nagyon érdekes dolog, mert polgármesterek klubja, nem tudom, biztos van még ilyen, tőteménye volt, azért a Jász polgármesterek találkozója, és ezen történt, ez a hír akkor eljutott még az egyszerű emberekhez, hozzám is, hogy amikor ugye a Jászó dicsérete produkciónak a akkor művészeti vezetője mondták, jövő év június 3-án, ami meg is történt, hogy egy nagyszabású műsorra kerül, és Balogh Ádám, tehát egy jászberényi származású, akkor banki vezér, hát azért a kultúrához pénz kell, azért tegyük hozzá, támogatja. Tehát ilyen értelemben véve ez egy érdekes dolog. 2015 és egy év után, 2016 júniusában, igen, meg is valósult, ahol már most én is megtanultam Batoni Edikét, a Dabán Horca, szépeknek a mondása, ugye? Dabán Horsz Jászok, tehát jó napot Jászok, és akkor a Jászkürt első oldalon vezércikben, már a koncert után a produkció díszlet tervezője, producere részletesen bemutatják, most csak egy rövid kis dolog. Igen, ez egy nagyszerű tényleg, ez csak gratulálni lehet, ez egy valóban meghatározó esemény, amire 6 év távlatából is emlékezünk. Na, és utána tehát a jászsági évkönyv, ezt Andrea fel is hívta a figyelmem, egy időben én is publikáltam az évkönyvbe, de meg is van a példány, Mihály Gábor, Sós Endre és Szalai Tamás, több mint produkció, tehát írnak egy kicsit a háttérről, ez nagyon érdekes, talán itt két gondolatot, hogy már 2014 óta, tehát ez egy hosszabb munka, tehát nem így, hogy amikor születik egy ilyen csodálatos produkció, mindig arra kell gondolni, hogy mennyi munka van előtte, és nem pedig, hogy egy hét, egy hónap munkája, hanem tényleg évek. Dolgozunk ezen, nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy alkotóként, szervezőként, producerként részt vettek rajta, hisz Andrea nem csak, hogy producer, hanem az grafikai munkát, a megjelenést csinálta, de majd ez, hogy később egy kis fogja egészíteni, és olyan emberek, mint Melis László, Szűcs Edit is a darabban munkatársak voltak, akik egy Oscar-díjas film, a Szabó Fia alkotói stábjának tagjai. Tehát ez egy rangos dolog, hát ha valami rangot jelent, akkor ez. Szűcs Edit pedig a jelmeztervező, ahogy Andrea említette már korábban. Na, tehát utána erről a film, tehát erről készült egy film is, én ezen ott voltam, ez nem tudom, verbfilm, vagy hogy nevezik, de tényleg egy film bemutató, ahol ön köszöntötte, akkor még arra emlékszem is, hogy ez a Jászok című film ősben, tehát egy film, tehát nem táncjáték, hanem a film, egy filmet készítettek. Igen, ez a premier előadásnak az 5 kamerás felvétele volt, amit most a karácsonyi időszakban lehetett először online is elérni. A jegy.hu felületén keresztül tettük ezt lehetővé. És majd szeretném még ezt többször is elővenni, és akkor így láthatóvá válik mindenki igen, számára. Igen, és meg is László nagyszerű zenéje, tehát az is egy külön. Na, tehát a 2018, ez külön, ahogy mondtam, az Andrea, a kedves e-mailjével fel is hívta a figyelmem, hogy a művészet ragadt csak, aki nem olvassa rendszeresen, minden évben megjelenik a jászsági évkönyv, nagyon érdekes, mert velünk a helyiek, a jászokkal foglalkozik, és annak a dr. Pető László, a főszerkesztője nagyon szigorúan Laci ebben ügyel, van egy művészet rovata, ahol iparművészek a jászságból, és ezt Kugler Erika állított össze,
És tényleg itt Andrea bemutatkozik, és azért mertem oda tenni, mert ő maga is nagyon érdekes gondolatokat, amit már itt elmondta. Tehát egyik az, hogy a matematikának a fontossága, ez a paint-up, a festészetnél ez beugrott már, hogy miért fontos. És hogy tényleg itt a Mihály Gáborral való kapcsolatfelvétel kapcsán hogyan került a darabba, de hát erről ő maga beszélt. Viszont a második részében, tehát van egy érdekes dolog, tehát amit említett, hogy János így Gyöngyike volt a mentora, tehát ő figyelt fel a nagyszerű rajzkészségére, nyilván a Mainz Johannes Gutenberg Egyetem képzőművészete, és az, hogy a egyetemi év alatt a tanulás mellett dolgozni, finanszírozni tudja, csak hogy mindjárt értsük, azért ma külföldön tanulni komoly pénz, tehát nem ingyenes, tehát nagyon komoly, tehát az, hogy egy nyugat-európai egyetemen valaki elvégezzen, ahhoz vagy egy jómódú szülők, vagy olyan vállalkozó ember kell, aki közben másból elő tudja teremteni a tanulmányhoz szükséges eszköz. És a frankfurti nemzetközi vásár, tehát ez is egy fontos, hát hisz valahol itt van Ágika, igen, hát abban az időszakban Ágika, akivel a gyárban valamikor együtt dolgoztunk, biztos jól tudja. Azért Németország, akkor még Nyugat-Németország, ott volt mi is, mikor jártunk körbe, ott volt a nagy Domme Technika, ahol a háztartási üdvőszekrények, hát szóval ott volt a világ elitje, tehát ott tanultuk meg, hogy a helyünk hol van, és ahogy folyamatosan jöttünk fölfele, tehát tényleg, hát Frankfurt pedig Németország szellemi központja, most nincs itt a hajnalbéra barátom, de egy kollégáid van, Bélánál több alkalommal megszálltam, mikor ott jártunk, igen, ahol még abban az időben, évtizedekkel ezelőtt, mikor a szemetet, csak hogy Németország, ma már kicsit változott, de hogy mondom Bélának, hogy segítek levenni a szemetet, nem, te nem tudod, 8 felé kellett osztani, mikor nálam még azt sem mondtuk, hogy még kukatni, bocsánat, még sem volt, ott már 8 felé rakták, sőt az üveget, a színes és a üveget is különböző, na, csak ugye a német kultúra. Igen, tehát azért van a németektől, van mit tanulni, és igen. Kinyílt számomra a világ, tehát ez száma, ez biztos, tehát ez egyértelműen egy nemzetközileg fölkészül. Tehát azért ez jelenti, ha valaki kiszakad a helyi, és azért lát a világot. Tehát, köszönöm. Ez nagyon fontos, ez a gondolat számomra, ez. De ha bármi kérdés van. Na, a Jászság évkönyv, hát díjak, erről beszélt Erika. Na, majd közben itt lesz egy dolog, amire a pénta és a Marzsán Erika és az észre, mert majd még kitérek. Igen, hát ez a vizuál technika, én először, mikor ezt láttam, még a járvány előtt fiam egyszer, akkor fölhívott a születésnap alkalmából, köszöntött a gyermekem, és akkor tényleg egy ilyen vizuál technika, hát el voltam csodálkozva, hogy így a sörrel a kezembe így. Úgyhogy tényleg, hogy micsoda csodálatos, nem tudom, ha valaki nem látta, még nézze meg, mert egy fantasztikus. Ez egy hatalmas épület, ennek a bevilágítását én nem azt láttam, ez az Andrea által készített dolog, tehát ez direkt a forrás, a Facebook, az ő által, vagy Facebookról vettem, tehát ez az ő. De ez tényleg egy csodálatos, ez fantasztikus, ez egy. Ez egy valóban, igen, hát a honlapjából egy ilyen, egy. Igen, és a másik a Faber-Castell, csak hogy azért közben még egy eszembe jutott, amikor a Faber-Castell, mi már Pistáron itt öreg motorosok vagyunk, amikor még egyetemre jártunk, és rajzolni kellett, nem volt még akkor a computer aided design, ahogy a karszerrel mondjuk, hanem nagy ánulás rajzol, megrajzolni, és a festőknél is van, a 4H-s, 5H-s ceruza, Faber-Castell az akkor Miskolca érdekes módon lehetett kapni. Érdekes módon, meg amivel a tust is kihúztunk. Szóval egy öreg mesternél lehetett kapni annak a kihegyezése. Na, csak ugye a Faber-Castell, hát az a ceruzának a király. Az értelme. És ennek mai napig, igen. Tehát Faber-Castell, én szoktam nézni, hogy én mindig Faber-Castellt veszek. Na, tehát ez egy illusztráció Andrának, ez is az ő weboldaláról van véve, amivel tényleg egy nagy német cég érteti, ez is csak gratuláció.
Na, hát ez számomra a legnagyobb hatással van, tehát az ékszer, és nem akárki, Marozsán Erika egy csodálatos művésznő, igaz, hogy nem él Magyarországon, nem tudom miért, nagyon ritkán. Én valamikor Szabó István Rokonok című filmjén fedeztem fel, hogy mekkora a művész, és Várszegi Tibor egyszer meghívta még sok évvel ezelőtt a moziba, és egy csodálatos zenés estet adott. Na nem ilyen operetteket, hanem egy komoly zenés, annak a DVD-t is kiadta, és akkor a művésznővel még színáltattam is, egy kis vékony kezébe, hogy jól állítam, még emlékszem, törékeny, de csodálatos nő, tényleg valóban művésznő, és Erika ilyen, vagy Andrea, bocsánat, ilyen művésznővel van kapcsolatban. Itt valójában a TEDx Liberty Bridge Woman, ami nem tudom mennyire ismerik a TEDx előadásokat, ez ahhoz készült egy projektként, ahol én terveztem az arculatukat, tehát ott egy lendületes rajz készült a Szabadsághídról. Közben nekik dolgoztam, mert egy filmplakátot készítettem, amelyben a Marozsán Erika játszott, és akkor valahogy őt is, mint előadót én bevittem erre a TEDx-re, közben jött ez az ötlet, hogy milyen jó lenne néhány fotót készíteni róla, ha már ugye úgyis együtt dolgozunk sok mindenben, de akkor már legyen az én ékszereimben, tehát itt nagyon-nagyon sok minden találkozott, nagyon sokféle terület, és ennek a konferenciának a nyitófilmét is én készítettem, a Hidak, amiben szintén, tehát most így visszatérek a mélynyomásos grafikai munkáim, régi részkarcok, mint németországi, luxemburgi hidak, illetve mai filmfelvételek, ott a Szabadsághíd, egy mai napig egyik kedvenc munkám az a kisfilm, úgyhogy ezt szívesen ajánlom a figyelmükbe. A honlapomon ezek minden megtalálható, nagyon sok minden dokumentálok, de nagyon köszönöm ezt az összeállítást, mert sok újdonság, köszönöm. Na, és akkor végül ezzel búcsúzok, hogy ez tényleg ez a Jászok történelmi dal és táncjáték, ez valóban tényleg itt a három a legfőbb alkotója, ez valóban tényleg egy csodálatos munka, amiben részt vett Andra, és akkor ezzel köszönöm meg a figyelmet.